A Hungarikum Bizottság a tavalyi évben a klasszikus magyar szabjavívás hagyományát, a Magyar Kardiskola alapját, mint kiemelkedő jelentőséggel bíró nemzeti értéket is a hungarikumok közé emelte. A Magyar Szabjavívó Iskola 2012-ben alakult. Az iskolák egységes tananyaga megegyezik a klasszikus magyar szabjavívó iskolák legjobb hagyományaival. 2019-ben avatták fel a kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, katona vívómester jekelfalusi Piller György emléktábláját a Pécsi Tudományegyetem általános orvosi karának falán, vagyis ott, ahol az egykori Magyar Királyi Honvéd hadapródiskola állt. Most újabb emléktábla került a falra. A szintén kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, katona vívómester Terztyánszky Ödön tiszteletére. A tragikus sorsú bajnok egy évet sem élt olimpiai aranyai után. Az eseményen a nagy előtt tiszteletére Mádai Norbert, a Magyar Szabjavívó Iskola alapítója mondott köszöntőt. Ez az egyetlen hely, ahol Borsodinak a két olimpikonja együtt látható, hiszen mind a ketten a cőgerei voltak, ugye hadapródjai a Pécsi Hadapródiskolának. Itt kezdték a pályafutásukat a nagyon híres Toller Antal vívómester keze alatt, hogy aztán később Borsodi László faragjon belőlük tökéletes vívót, olimpikont, akik a hangsúlyozottan magyar vívóstílust képviselték, és a világban azzal győzték le a többi vívóharcmodort. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog az, hogy sikerült ezt a táblát létrehozni, és két ilyen klasszisnak emléket állítani, hiszen Terztyánszky is világháborúban résztvevő katona, Piller is világháborúban résztvevő katona, mind a kettő élsportoló, mind a kettő kiváló szakember, és mind a kettő igaz magyar. Amszterdam kétszeres bajnokának az épület falán elhelyezett emléktábláját Mádai Norbert és Terztyánszky unokája, dr. Szentirmai László leplezte le. Nagyon nagy idő telt el azóta. 1929 óta három ember öltő. Mégis az emléke egyrészt a különböző dokumentumok, újságcikkek és nem kismértékben a családi hagyományok alapján alakult ki az a kép, ami bennem megőrződik. És tulajdonképpen egy olyan emberről van szó, aki bármikor bárkinek a példaképe lehet. Tehát, és ma úgy gondolom, hogy manapság talán még nagyobb szükség van példaképekre. Egyrészt egyrészt maga a karrierje, a katonatiszti karrierje. Másrészt a dicsőséges sport tevékenysége és pályafutása az tulajdonképpen azt bizonyítja, hogy nem csak tehetség kell, hanem borzasztó nagy kitartás is. És ez az, amit bizonyít az, hogy ő tudatosan készült egyrészt a katonatiszti pályára, másrészt a sport pályára is. Ez a kitartás, a szorgalom, nem véletlenül nevezték becenéven Precíz Ödönnek, mert mindent kiszámolt, tehát megnézte pontosan, hogy az ellenfeleinek mi az erőssége, gyengéje, tudatosan készült minden versenyre. Tényleg az a tragikus dolog, hogy ő 39 évesen egy szerencsétlen motorkerékpár baleset következtében meghalt, és tényleg ilyenkor a családban is néha eljátszottunk a gondot, hogy vajon mi lett volna belőle, talán a vívószövetség egyik vezetője, vagy bármi, sok minden. A megemlékezés résztvevőinek bemutatót tartottak a Magyar Szabjavívó Iskola növendékei.